És nagyon örülök, mikor megtaláltak engemet, köszöntek, úgy örülnek nekem, én meg én neki. Így van? Igen. Délután bogrács lesz, így van? Mondtam a Krisztofernek hozzá a kis barátnőjét. És pillanás minden lesz. Mamma! Berugunk, azt hiszem. Mamma! Dehogy rugunk be. Itt van a párja a barátnőjének, gyere, Sanika, gyere. Állj fel. Gyere, mutatkozz hozzá be. Jó, párja. Mondjad. Úgy, minket nem lehet senki, te most mit csinálsz? Mit nem néz senki, ez vak? Hát dehogy nem néznek. Úgyhogy ők vannak most itt állam, nagyon örülök, hogy beszélgetünk, mert engemet is azért a testvére van, testvérük, aki érdekel, így van csinál. Mi nagyon sokáig együtt voltunk, bizony. Picik voltak és együtt voltunk, így van. Jártam hozzájuk sokat, paposra. Ők paposiak. És nagyon jó megértetőek voltunk, így van. Bulisztunk. Jaj, majd bizony. Meg. Mentünk össze-vissza bulizni, mi? Még anyáddal, ha várjál, mert anyáddal mentem. Hát majd az anyával, remélem, fel tudom menni a kapcsolatot, mert ő dolgozik Budapesten. Így jön a nőttel, mert a gyerkőcsök akarják, hallani akarjátok? Igen. Adj egy pacsit, Krisztofer. Igen, Sándor. Mert suttognak a fát. Bizony, elsuttognak. Na most elnekelni? Mert elnincs nekem, Krisztofer. Egy, kettő, három. Ezzel elköszönök, mert... Ducka Anikónak, és aki hallgat. Igen. Ja, meg nektek. Fogadjátok önök szeretete. Nem belekezdtek. Kezd el elő. Nem hallgattál? Nézzétek meg ennek, nem álmodtál. Indulhat, és küldöm a családomat. Jánosné, fejének is küldöm. Tedd vissza, Kriszti. Kriszti, mert már nem tudtam, mit csinálsz. Jól van. Ezt csinálom, akkor mindenki ezt fogadja tőlem, jó? A kis Farkas Timim is, kis Okosnak is küldöm. Sütöknek a fán, zúg a szél, az el. Kívánok, az ágyékot, kilek lény, kiállt, ne szígyed, ha
panel van, ami van. Hát igen, de mivel én olyan nem vagyok, hanem nem ilyen fogja szépen. Csilla, nem vagyok magam, jó? Pikachu banya mama! Doodle there! Kim vagyok megint YouTube-on. Elmondtam mindennek, te féreg. Mondtam nem a konyha közepén kell klocsiz-mocsizni. Miért nem dudod le így? Hát... Szerelemnek boldogok. Erre tanít. Hát a tabingóját. Vegyél levegőt. Szerelem boldogok. Na, ez dudolás? A felelő gyere. Akkor megmutatom neked, mi a dudolás. Szerelemnek múlnia kell, ha múlik, akkor fájnia kell. Te boszorkány! Vénmókus! Hát tanulj meg dudolni, a ragaira sem, hogy vigyen el. Megmondtam, szó szabadság van. Azt mondok, amit én akarok a banyáról. Milyen tojás te húzti? Mit teszik a mama? Kaszinó tojás! Fújjál meg benne! Fújj meg csak szépen! A kaszinó tojásodba! Üljél bele! Nagyon való! A kaszinó tojásodba! Hát, ha megfiasz! Ki kell a kismacska? Vagy csibe? Tudja, a fücsve, de a csíbe ki kell. Csücsülj bele szépen, üljél rajta, úgyis egész nap a seggeden ülsz. A torkod száradjon el. Még nekem mondod, hogy nincs hangom, meg rekettes? Te! Hát, hogy ilyet is tudok, mama. Tudok ilyet is. Vékonyan, ahogy megtanítottál, vegyél levegőt, Tibolya. Szedd ki a levegőt, Tibolya, fújj be a levegőt, vedd ki a levegőt, a radaira sem vigyed el. Most befújjam, vagy kifújjam. Most mit csináljak, mama? Na, hát hogy tanított ez? Azt mondta, vegyek levegőt. Suttognak a... Hát hogy tudok akkor tudolni? Ha be kell osztani a levegőt? Te, elmebeteg, miért nem vagy az elme osztályon? Na, nézzük, el vagyunk egyedre. Bizony. Karika gyűrű, disznó gyűrű. Bizony, levettem a malacról, rátettem az ujjamra, hogy feltegyem, hogy bebizonyítsam neked, ahogy te hazudsz. És még a diri dáréba akar férjehez menni a mama. Ha hova mész már, te nem félre mész inkább. Mondtam, tegyél kenyeret a gelebet közé, a kenyeret elviszik, te meg ott, mert ott maradsz a prikezsiába. Ott maradsz, mert senkinek nem kellett. Tudod, mama, te fogyatékos gülüszemű. Na jó, Olibolya, elég legyen. Mi kacsingat, így csinál, csicsicsi. Ha mi ez? Te elme fogyatékos. Miért nem zárnak be elme osztályra az istenedet? Még így csinál, hallod, az élő lájban. Rá is. Ó, Krisztián, ráocsit. Ráocsizott. Bizony, elme osztályban megy a mama. Így csinál. Még kibereszni a szemét? Hát még ilyet nem láttam meg, kacag. Hogy fogsz dudolni? Enyém a szívenet a röhöcskézre. Elvisz dudolni, azt röhögöl. Ne tudlak utánozni, mama. Bidany, bén, paukálós, babi.
Jó, elég legyen már. Üljél bele valamiben, most használd ki jól magadat. Bedany, melyik bolyával foglalkoztak, hogy a tékos? Kacsingatós mama. Ha még kacsingat? Úgy mondta el a lakatos hibolyát, hogy tepes vagyok. Tepes hajú hibolya. Te rákos belül. Bocsánat, csúnyán beszélek. Te vagy a tetves. Ha bontsák le fel a házadat, ott kopicsáltak. Bontsák! Hajléktalan csöves kutya leszel, úgyhogy lehet menni furujázni. Tudod, mi az a furuja? Bekapjuk, meg kiköpjük. Fogolmos furujázni, kisanyám. Mert most akármilyen dikhoz mész, úgyse kapol senkit se. Mert hajléktalan mama lettél. Bizony, és még elpanaszkodja a mama, hogy kilakoltatták. Bontsák a házat, na mama, neked véged. Se budid nem lesz már, még a konyha közepén sem tudsz klotimotizni. Menjél az erdőbe. Ott klotizzál. Elnézést, de vigyél magaddal a táskát, hogy belerakd a budipapírt. Ja. Vigyél csak szépen táskát, mert nem lesz hova tegyed, mama. Kupícsáltak? Igen, verték le fel a házadat, mama. Bizony, nem szégyelled? És még élőlájba beül a mama. Bizony, és elmondja, hogy bontsák a házát, mert a gyermeke kitette. Jó tette, azokkal is kibasztál, mama. Fogyatékos, babi. Hát elmebeteg vagy, menjél kálóba, mint trotyimotyi. Bizony, pokálós. Ezt neked üzenem. Remélem, ti megy YouTube-ra. Bizony. Megengedélyezem, hogy ti kerülj a YouTube-ra, vén mama, és nem vagyok tepes, te rohadék. Nekem tiszta ápolt a fejem, mama. Én nekem nem kell a laborba belecsücsülni, most meg se tudom magam fürdetni. Nekem nagy hűnőkára, mama, mi, de te egy csepp laborba meg kakirázol a vedérbe. Azért gondolkozzunk. Kakis, mami. Trucsi-mocsi. Bizony. Remélem, ti kerül, mama. Menjél szépen kállóba. Ott a helyen, mama. Ne. Mit üzenjek még? Jó, ma. Szerintem elég lesz. Arra leírom sem, ugye ne? Elnézést, csörög a telefonom. Halló? Szervusz, Juliska. Kivel veszekedek? Pikachu művésznővel. Nem is művésznő, te egyem a szívedet. Ez egy rohadék. Becsapós ember. Egyik dikra megy a másikra. Bizony, azt se tudja, még furjá fújja meg. Tessék, elkapott a furúja. Neki. Annyira csinálta, hogy elkapott a furúja. Azt a bingóját. Hát nem tudom, mit kéne ezzel a mamával csinálni. Van cipő? Hallgass már te meg. Van cipője? Nincsen cipője. Akkor mit tudsz fel? Szivarci. Milyen szivart? Azt a bingóját. Csődő szivarci a Juliska. Ne köszöngetek. Jó, bombá, lépjél ki, majd esküszöm elmegyek. Csédé szivart húrjázik, és akkor mondja, jaj, de jó a füstje, jaj, de jó az illata. Bedany, ezt mondja Juliska. Hogy szárja vissza magát, de már nem lesz az a baj. De szerintem hallgasson rám. Megyen magának pellust, mert hogyha nem érkezik odáig, akkor összeszarja magát a Juliskánk. Bizony. Nem Juliska. Jó, és nem neked mondom, Juliskán, egyem a szíved. A boszorkánynak mondom, egyem a szíved. Dúsajában tép a szél. Én vagyok a tetves. Pikachu. Tanulj meg dudolni, arra nagyra semmi gyere. Mert ne te engem nem tudsz tanítani. Én tanítalak meg téged furujázni. Bizony. Én tudom, Máté szakán nagyon sok a furujás. Meg szakszoforoztatnak. Bizony, megtanulsz még furjázni is. Úgy fogom fütyölni. Bizony, fújni fogod alulról felfele. Bizony, jól fog neked esni. Meg a kaszinó tojás. Hogy figyelj meg tőle, te rohadék. Bocsánat, megint csúnyán beszéltem, elnézést. El kell köszönjek, mert vendégeim vannak. Majd kereslek benneteket. Sziasztok, csácsomi, hello. Boglács lesz, úgyhogy eszélő lány. Kint lesz a lányom. Igen. Mit üzenjek még neki? Tessék, Juliska, mit mondjam? Rák a bevet, kera! Nem értem, még egyszer mondja. Mit mondjak még, Juliska? Ülök a szobában,
búsan egyedül, és egy álló faszra gondolok. Bocsánat, megint csinyán beszéltem. Azt a bingóját. A rohadékok megérdemlik. Jó mondod, Juliskám, meg bizony. Mit mondja? Nézem a pinámat. Jaj, sírva fakadok. Hát ez bizony berozsdásodott. Átadtam egyem a szívem. Mondjam tovább. De ha egyszer, drágám, nem bírom tovább. Azt a bingóját. Elmenekült az embered. Hát a minden ember tönkre teszel. Pokalos nőni. Teszik? Hiába csinálja meg olyát, Juliskám, megyem a szíveret, ez egy seggfej. Tudod? Micsoda? Büdös koszos. Büdös? Ha olyan tudod, egyem a szíveret. Volt a házába, azt mondja, putri volt. Például nem fűrik a mama. Ha miért nem fűrik? Kicsi a lavor. Ha megyen kádat. Legyen már nem baj. Sziasztok!